Sziasztok! A mai videóban a január 2-i Zoom konferenciáról szeretnék beszélni, illetve Jeremy mondott egy olyan félmondatot, ami ha beigazolódik, akkor én az összes pénzt kiveszem a Daisyből, és abba hagyom a Daisy-s karrieremet. Kérlek, most olvasd el ezt a figyelemfelhívást, és csak utána folytasd a videó lejátszását. Köszönöm. Az első prezentációs oldal az a szokásos Limitless 2024-es promóciós rész volt, ahol ismét megtudhatok, hogy nagyon fontos lesz ott lenni mindenkinek. Igazából, ami engem zavart, és zavar ebben az egészben az az, hogy Jeremy ismét kijelentette az, hogy minden tízis közösségi finanszírozási célt elértünk, ezért hivatalosan befejeződik ugye február 21-én ez a fázis, és akkor egy privát hedge fund-szerű ködésbe fog átmenni a Daisy. Most lehet, hogy az a bizonyos német elrakta a cuccaimat, de nem azért volt ez a közösségi finanszírozás létrehozva, hogy egy olyan működő kriptos AI-t hozzanak létre az Endotech-nél, ami nem csak matematikai és különböző trendeket és indikátorokat figyel, hanem a közösségi média a kezdve az on-chain adatokon keresztül egy csomó mindent vesz figyelembe, és a világon egyedülálló módon olyan mesterséges intelligencia lesz, amit még nem látott a világ. Ennek ellenére azt mondjuk, hogy mivel majdnem már 600 millió dollár van a kereskedésben, ezért elértük a célunkat. Itt nekem ez eléggé visszás ez a kijelentése, hogy akkor most a pénz összeszedése volt a cél, vagy pedig egy működő termék, egy működő mesterséges intelligenciának a kialakítása. A következő oldal ismét az új projektről volt szó, ugyanazokat a dolgokat elmondta, mint az előzőben is. Itt egy dologra lettem csak figyelmes, ami tudom, csak az én szőrszál hasogatásom, hogy múltkor még egy kötőjel 2 milliárd dollárnyi befizetés az, amire számítanak és amit célként kitűztek, most már ez 1,2 milliárd dollárra csökkent, úgyhogy egy 800 millió dollárról lemondtunk, hogy akkor most ez hogy is van, vagy ilyen hamar változnak a célok, de úgy tűnik ez már trend itt a Daisy-nél. Aztán itt, ami még fontos lehet az, hogy beszélt arról, hogy nagy média cégek is részt fognak venni ebben az új üzletben, és partnerségeket kötnek ezekkel a cégekkel, és ugye megint előjött a 3 milliárd emberes piac. Nem tudom, az előző videómban mondtam már, de a munkám során sokszor kerültem olyan szituációba, hogy próbáltunk új piacokra betörni, mert a régi technológia elavult, és úgy gondoltuk, hogy más irányt kell csinálni, amivel alapjában nincsen probléma, csak egy leosztott piacra, ami már 3 milliárd emberes piac, és élő piac, és nagyszerű piac, oda betörni, ahol már le vannak a kártyák osztva, nem biztos, hogy annyira egyszerű, de bízunk benne, hogy olyan terméket sikerült most létrehozni, vagy sikerül majd létrehozni, ami ebben segít, és tényleg be lehet törni egy ilyen jellegű piacra is lazán. Megcsillantottam jövőbelátási képességemet, hiszen egy privát chatben pont erről beszéltünk egyikötökkel, hogy sok mindent nem várok ettől a Zoom-tól, például azt biztosan, hogy január 15-ig meghosszabbítják 85-15-ös Momentum csomagokat, be is raktam a Telegram csoportba képként, de ugye ez nem kell nagy jóstátségnek lenni, hiszen az elmúlt időszak, az elmúlt három év szinte erről szólt. Aztán egy egész jó hír, hogy félreraktak a hat havi teljesítmény díjakból 10 millió dollárt, és ezt berakják egy élő kereskedésbe, és azok a tagok, akik Daisy tokent vásároltak 2021-ben, és ugye ott 10 cent volt a legalacsonyabb, de 25-50 centen is vásárolgattunk tokeneket, és állva a szavukat, hogy nem szeretnék, hogyha bármelyik vevő vagy tag veszteséget könyvelne el, ezért ez a pool lesz majd arra hivatott, hogy valamilyen szisztéma szerint szétosztva majd kapunk a Daisy tokenjeink után valamennyi profitot ebből a 10 milliós poolból, úgyhogy ez egy egész jó kis kezdeményezés. Majd a prezentáció utolsó lapján csináltam egy elméleti kalkulációt, természetesen nagyon sok a feltételezésben, hiszen nem tudom még semmit erről az új poolról. Aztán bejelentették, hogy 2.0-ás
verziójú honlap az január 10-től lesz 100%-ban elérhető, úgyhogy ha a régi honlap címre mész rá, akkor az át fog vinni az újra, úgyhogy ettől kezdve már csak azt lehet majd használni. Aztán a következő bejelentés az örömtelinek kellene, hogy legyen, nekem mégis vannak bizonyos aggályaim, és a bejelentés az arról szólt, hogy hát közösségi kérésre szeretnénk látni a 2022 évvégi 2023 évelei teljesítményeket, amilyen 20-30%-os bruttók voltak, úgyhogy megtesznek mindent ennek érdekében, hogy ezt el tudják érni, de erről majd egy kicsit később egy kis videóbevágás keretén belül, amit Jeremy mondott a Zoom-on. Következő bejelentés az az volt, hogy mivel december 16-án valami félrement, és olyan emberektől lett levonva a havi teljesítménydíj, akitől nem kellett volna levonni, és nagyon nehéz lenne egyesével végigmenni az összes fiókon, és eldönteni az, hogy kinek volt jogos, kinek nem jogos, ezért ezt a levonást ezt vissza csinálták, és senkinek sem lett levonva az a pénz, amit az irodában lát, az még most is kereskedik neked, tehát veszteség nem ér, illetve leállítják ezeket a hat havi kikéréseket, a dubai eseménynél fogják újraindítani, és ha jól értelmezem, akkor a 6 hónap múlva, tehát a dubai eseményhez képest 6 hónap múlva, tehát augusztus 21-én vagy 22-én lesz a következő első, és az már mindenkinek élni fog. Ami még fontos ezzel kapcsolatban, természetesen, hogyha a köztes időszakban kikérsz pénzt, akkor az a 30%-os levonás az élni fog, tehát az nem változik ebben a tekintetben. És szó volt a kriptó mesterséges intelligencia fejlesztésről, azt mondta Jeremy, hogy minden nagyon jó irányba halad, és folyamatosan fejlesztik, dolgoznak az Endotechnél a mesterséges intelligencián, de addig, amíg 2-3 hónapon keresztül nem tud konzisztens jó eredményt elérni, addig nem igazán fogják visszaállítani és elindítani, úgyhogy erre még várnunk kell. Jó, a szokásos promók az új projekttel kapcsolatban. Beszéljünk egy kicsit erről a 10 milliós púról. Tehát én azt feltételeztem, hogyha 10 millió dollár mondjuk 5% nettót keres havonta, akkor az első hónapban az 500 ezer dollárt jelent, amit szét fognak osztani, de lehet, hogy ezt nem az első hónaptól csinálják, vagy csak felét, vagy akármilyen módszerrel ezt módosítják, hogy azért nőjön ez az összeg, és ha jól emlékszem, akkor 150-180 millió token lett ebben a pre-launchban eladva 2021-ben. Ez azt jelenti, hogy ugye, hogyha az 500 millió dollárt elosztjuk ezzel a 150-180 millióval, akkor valahol egy Daisy tokenre eső profit az 0,0033, illetve hogyha ugye nagyobb volt, akkor 0,0027. Így, hogyha mondjuk 1000 Daisy tokened van, akkor 3,3, illetve 2,7 dollárt jelent számodra egy ilyen poolban való részvétel, ugye miért nem kell semmit sem csinálni, mert automatikusan bekerülsz, hogyha Daisy tokent vásároltál 21-ben. Természetesen, ahogy így a lapajára írtam, ez csak spekuláció, nincsen több információm senkinél, de szerettem volna láthatni azt, hogy mekkora összegről is lehet szó. Természetesen, hogyha több 10 000 vagy 100 000 tokened van, akkor ez egy elég szép összeg. Jó, és akkor arra a fél mondatra, amit Jeremy ez a Zoom alapján elmondott, ezt a bejátszást nézzük meg. Now we have, you know, call it 600 million in live trading, and if you use, for example, 100x leverage, that's not 600 million, it's actually 60 billion. Szóval itt arról beszél, hogy az oka annak, hogy nem tudtunk nagyobb és jobb teljesítményt csinálni, az egyik az volt, hogy a broker cégnél, ahol a forex kereskedés megy, nincsen vagy nem volt elég likviditás arra, hogy olyan tőkeáttétellel menjenek, amit szeretnének, vagy ami magasabb profitot tudna hozni. Véleményem szerint az, hogy tőkeáttétellel játszunk, az nem feltétlenül egyenes arányosan nagyobb profitot jelent. Nagyobb kockázatot igen, de profitot nem feltétlenül. A másik az, hogy emlékeim szerint, amikor a jó teljesítmények voltak, akkor is már ilyen 3-400 millió dollár bent volt a kereskedésben. Most az, hogy dupla annyi van bent, az én értem, hogy a tőkeáttétel az hatványosan nagyobbat jelent, de akkor a növekedés nem volt, hogy ez olyan nagy problémát okozzon. És hogyha tudtuk, vagy tudjuk az, hogy ennyi a dolog,
dolog, hogy a pénzt több brókercég között el kell osztani, hogy több legyen a likviditás, akkor ezt eddig nem tudtok, vagy miért nem csináltok eddig meg. De az, ami igazán elgondolkodtatott, az a videó végén látható százszoros leverage, az a százszoros tőkeáttétel. Ugye ott beszélt arról, hogy 600 millió van a kereskedésben, úgyhogy a 60 milliárd dollárral szeretnének kereskedni, vagy az akkor a likviditásról beszélt. Nem tudom, hogy ez csak egy nyelvbotlás volt, vagy tényleg ez a cél, vagy ez a gondolat, vagy Jeremy még a Szilveszter hatása alatt volt és félrebeszélt, de hogyha tényleg erről beszélünk, hogy százszoros tőkátétellel fognak a Forexbe kereskedni, akkor én biztos, hogy minden pénzemet kiveszem a lehető leggyorsabban az első adandó alkalomnál, Daisyből, mert annak nincs értelme, hogy százszoros tőkátétele hazárdírozzanak, meg igazából nem értem azt sem, hogy eddig ugye Ivica azt mondta, hogy most már a nagyon fontos, hogy ekkora tőkénél a biztonságra, a tőke megtartásra van szükség, ezért nem lesz 20%-os, meg 30%-os profit, hogyha ez az ára annak, hogy több profit legyen, hogy százszoros tőkátétel, akkor inkább ne legyen, tehát akkor annak nincs értelme, mert pillanatokon belül el lehet veszíteni azt a 600 millió dollár. Láthattuk azt, hogy tegnap előtt mi volt a kriptóban, igaz, hogy a Forex az más, mint a kriptó, de ugye százas tőkátételnél elég egy százalékos mozgása nem megfelelő irányba, és már likvidálottál is, úgyhogy az meg a Forexben is simán benne van. Nagyon remélem, hogy nem ez lesz, amit megvalósítanak. Ennyit szerettem volna már erről a Zoomról. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!